üdvözlök mindenkit! A 2022-es év sikerei után szeretnék egy kis betekintést adni a túlcaimba. Versenymódszeremről annyit, hogy özvegy tojókkal és özvegy hívekkel is versenyzek. Ez az özvegy tojók utca. Ez pedig az özvegy hímeknek az utca. 48 özvegy hím van ezek a barlócokba elhelyezve. Nagyon fontosnak találom a téli nagy takarítást, ilyenkor szoktuk a dúcokat fertőtleníteni, kimosni és fertőtleníteni, azért nincsenek jelenleg galambok a dúcba, egyik dúcba sem. Párhuzamosan két állományt tartok fent, ezért ezek a galambok külön dúcokba is vannak elhelyezve. A rövid középtávosok külön, illetve a hosszú távos és a maratonos galambok. A két állomány teljesen külön kezelem, a hétközi tréningek, a galambok versenyre való fölkészítés, ez teljesen különbözik egymástól. Minden évben, amikor már eljön az ősz, akkor már elfogy az energiám a fiatalok versenyére. A fiatalok versenyét ezért már nem szoktam röptetni, viszont nagy gondot fordítok arra, hogy be legyenek mozgatva. Nagy létszámmal dolgozok, ez a fiókdús. Közel 300 fiókot szoktam meghagyni, fiatalt. Annak ellenére, hogy nem versenyzek a fiatalokkal, egyévesen nagyon eredményesen repülnek. Itt van a legeredményesebb fiatalom, a 92067-es például. Ő se repült fiatalok versenyét, és ennek ellenére a tagszövetség legjobb egyéves galambja, országos 6. A másik legeredményesebb egyévesem, a tagszövetség második legeredményesebb egyéves, az pedig országos 18. Ez a galamb, a 92067-es, ez egy Heremans vérvonalú galamb. Ez egyszer volt kerületi első, egyszer volt kerületi második, kétszer volt kerületi 4. és egyszer volt kerületi 8. Tehát ez az eredmény, amit a galamb elért, ez mind a tagszövetségi versenyeken érte el. 2022-ben a legnagyobb örömet az utolsó középtávú út jelentette. Vezettem a kerületi bajnokságot középtávon, és a galambjaim nagyon jól álltak. A tagszövetségi versenybizottság fölmatricázta a galambjaimat, sőt nem csak hogy fölmatricázta, hanem helyszíni ellenőrzés is volt. Takács Gergő versenybizottsági elnök és Nagy Mihály sportás személyében. A galambokat vártuk a versenyről, és én már izgultam, hogy mikor jöhetnek az első galambok. Erre föl nem én láttam meg az első csapatot, hanem Nagy Misi, és mondta, hogy jön az első csapat. Hát nagyon nagy volt az öröm, 8 galambom jött egyszerre. Nagyon vártam ezt a 92067-es hímemet is, mert 4 top helyezése volt addig. A 8 galambból ő szállt elsőnek az antennára, és az 8 első galambomból 5 volt egyes csapatos, és ez az első 8 galamb a tagszövetség első 8 galambja volt. A Békés tagszövetség csapatbajnoksága úgy tevődik össze, hogy nem 5-ös befutóval van, hanem 3-as befutóval. Ezen az utolsó úton a 3-as befutó lett meg, hogy tagszövetségi első, tagszövetségi második és tagszövetségi